Miközben az élvonalbeli csapatok túlnyomó többsége a hazai télben készült a bajnoki folytatásra, a Kisvárda 10 napot töltött Törökországban, ahol kitűnő körülmények között tartatott edzéseket a csapatnak a szakmai stáb. Az NBA egy második helyén álló együttes 3 meccset is játszott. Az azeri Neszci Vakival 2-2-re végzett, a cseh Banyi Koszravától 1-0-ra kikapott, a koszovói FK Dukanginyét pedig 2-0-ra legyőzte Erős Gábor együttese. A vezetőedző elégedett volt a tréningeken és a meccseken tapasztaltakkal. Remekül sikerült a törökországi edzőtábor, hiszen mondhatom szinte tökéletes körülmények között készülhettünk. Minden adva volt rá, hogy egy jó felkészülést csináljunk, és ez meg is történt, úgy érzem. Ugye sikerült játszanunk 3 aránylag erős ellenféle, 2 mindenféleképpen, talán a harmadik ellenfél volt egy kicsikét gyengébb képességű, természetesen minden tisztelet attól még az övék, de az első 2 ellenfél, és a nemzetközi porondon is talán mondhatom, hogy egy jó erőt képviselnek. És tehát ami a legfontosabb, hogy ez a 10 nap ez úgy tudta szolgálni a felkészülésünket, hogy mi talán a többi csapattal ellentétben erre az ég adta egy világon nem foghatunk semmit. A kisvárdai játékos keretben nem volt jelentős változás a téli szünetben. Lukasz Diósgyőrbe került kölcsönbe, és távozott a kapus német Márk. Helyükre érkezett a lengyel Rafal Makovszky és az ukrán Mihajlo Horta. A második csapattól pedig felkerült Cene Zalán, Králik Péter és Nikita Honcsár. Az mindig hatalmas előny, hogyha egy keret egyben tud maradni. Úgy gondolom, hogy megfelelően erős a keretünk ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük vele. Egy új játékos érkezett, plusz még fiatalok a második csapattól. A Rafa Makovszky szerintem erősítése lesz a csapatnak, fog tudni nekünk segíteni. Természetesen egy kis időre van neki szüksége, még megszokja a mi közegünket, de egy rendkívül jó alany. És ami nagyon fontos számunkra, és örülünk neki, hogy a fiatalok is, egyre több fiatal tud csatlakozni a felnőtt csapat keretéhez. És ami még komolyabb öröm számunkra, hogy nem is lógnak ki a sorból, tehát idővel a csapatnak az erősségei lesznek majd. A tabella második helyén álló Kisvárda szombaton 17 órai kezdettel a jelenleg 9. Debrecen otthonában lép pályára. A 18. forduló további párosítása a következő: Paks Zalaegerszeg, Budapest Honvéd Gyirmót, Puskás Akadémia MOL Fehérvár FC, Mezőkövesd MTK Budapest és Újpest Ferencváros.